November 4-e nemzeti gyásznap, mely egyben a pécsi gyásznap is. 1956 nem csak budapesti eseményekből állt, hanem sajnálatos módon pécsi mártírjai is vannak a forradalom és szabadságharcnak. A kommunisták ezzel azokat a pécsieket sem kímélte, akik itt helyben felemelték a szavukat azért, hogy az ország és benne Pécs szabad város lehessen, ahol valóban a pécsiek és a magyarok maguk dönthessenek a saját sorsuk felől, mondta Csizmadia Péter, a Fidesz pécsi városházi frakció vezetője Pécsen, az Aradi Vértanok útján található 56-os kopjafánál. A mai rendezvénnyel ennek is kívánunk emléket állítani, és nem véletlenül a rendezvénynek a végén a Vármegyei Közgyűlés dísztermén lévő a pécsi mártírok emlékfalánál kívánjuk elhelyezni azokat a mécseseket, amelyekkel azt kívánjuk kifejezni, hogy szolidárisak vagyunk az elődeinket illetően, és egyfajta üzenetet is kívánunk megfogalmazni ezzel, hogy ezek a mécsesek örökké világítsanak, és a jövő generációi is ismerjék meg, és vallják a magukévá az 56-osok tetteit, azt a hőstettet, hogy ők a legdrágábbat, a saját életüket adták a magyar és a pécsi szabadságért. A Pécsi Polgári Szalon Egyesület a Baranya Vármegyei Önkormányzattal közösen szervezte a nemzeti gyásznapra való emlékezést. Ez egy szomorú nap emléke, de a pécsieket tovább élteti az, hogy amikor annak idején meghirdették, hogy újra rend és béke van az országban, a pécsiek közül több százan a meccsekben folytatták az ellenállást, fogalmazott Lengvászki Attila, a Pécsi Polgári Szalon Egyesület elnöke. Arra emlékezve, hogy a magyarság szabadságvágya örök, a magyar szabadság vágy nem törhető meg, és ennek adták a tanújelét eleink abban, hogy néhány napig, még pontosan november 16-ig a meccsekben utóvédharcokat folytattak. Ha úgy tetszik, akkor több olyan katonai sikerrel, cselekménnyel, aminek következtében például a pécsi rendőrkapitányt, a szovjet rendőrkapitányt sikerült eltávolítani, illetve megtámadták a pécsváradi rendőrőrsöt is. Aztán később persze sajnos be kellett fejezni ezeket a harcokat, amikor teljesen kilátástalanná váltak a küzdelmek. Nekünk kötelességünk pécsieknek emlékezni őrájuk, hiszen nagyobb volt a váltságdíj, nagyobb volt a megtorlás, mint maga a bűn, amit a barbár szovjet hatalom képviselői gondoltak és képzeltek. A koszorúzást és mécsesgyújtást követően a résztvevők a Vármegyeházához vonultak, hogy a mécseseket elhelyezzék a díszterem falán lévő emléktáblánál. A díszteremben Weinhard Béla szabadságdíjjal kitüntetett szabadságharcos mondott beszédet, majd levetítették a Láthatatlanok című filmet. A megemlékezésen részt vett Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke, és Hoppál Péter országgyűlési képviselő is.